ezek a lámpák kis mennyiségben higanyt tartalmaznak, és veszélyesek a környezetre. Ezért fontos, hogy ezeket visszagyűjtsük, és hasznosítani tudjuk ezeket a lámpákat. A másik érv az gazdasági érv, ezekből tisztított üveget, fémeket, műanyagokat tudunk előállítani, és ezek visszakerülhetnek az ipari körforgásba. Az elhasznált izzókat, lámpákat azokba az üzletekbe visszük vissza, ahol új ilyet vásárolunk. Az ország összes kiskereskedelmi üzlete, kezdve a barkácsáruházakat, a szuper hipermarketeken át egészen az élelmiszer üzletekig, a mi partnerünk, akik ilyen lámpákat, izzókat árusítanak, azoknál gyűjtőedény is kihelyezésre került. A második lehetőség, hogy a hulladékudvarokba vigyük vissza ezeket a termékeket. 110 hulladékudvarral van Magyarországon kapcsolatunk. Ez még nem jelent egy sűrű hálózatot Magyarországon, ezért javasoljuk a kisebb mennyiségek esetében a üzletekbe, boltba való visszavitelét ezeknek a lámpáknak. A harmadik lehetőség pedig az, hogy a hulladékgyűjtő szakvállalatokhoz, illetve nekik a begyűjtő telepükre vigyük vissza ezeket a termékeket. Az Electrocord ezeket a lámpákat két csoportba gyűjti, két gyűjtőedény van kihelyezve, az egyik az egyenes fénycsövek gyűjtésére szolgál, ez a köznyelben a neoncsőnek hívott termékek. A második csoport a különböző energiatakarékos lámpák, izzók, kompakt fénycsöveknek a kategóriája, akiknek egy másik gyűjtőedényt helyezünk ki, és ezeket a konténereket a beszállítást követően szortírozzuk, és három gépsor hasznosítja ezeket újra. Az egyenes fénycsövek újrahasznosítása úgy történik, hogy a végéket levágjuk, a testet törjük, daráljuk, és a tisztítási folyamatot követően egy üvegcserepet állítunk elő a lámpaipar és az üvegipar számára. Egyéb izzók, lámpák esetében egy vegyes üveg keletkezik, az építőiparnak adjuk vissza, triakolor és egyéb járdabetonba kerülnek ezek beépítésre. A fémeket a fémkereskedőkön keresztül a fémkohóhoz jutatjuk el, és csak 10-14% az a mennyiség, amelyet környezetbarát módon lerakókba helyezünk el. A társaságunk az Electrocord évente 600 tonna fényforrás, lámpa, világítótest mennyiséget hasznosít újra. Ez a mennyiség évről évre növekszik, és az újrahasznosítási ráta, ahogy említettem, 84%-os, és kevés az a mennyiség, amelyet lerakóba kell tegyünk. Évente 500 új gyűjtőpontot tudunk nyitni, és egyre inkább terjesszük a gyűjtőpont hálózatot, hogy mindenki számára könnyűvé és elérhetővé tegyük ezen hulladékok leadását. Ebben az évben már 2 millió darab fényforrás sikerült begyűjteni. A cél a 4 millió fényforrásnak az elérése. Ami a világítás technikai eszközök fejlesztését illeti, ebben az esetben mindenképpen a törekvés, az energiatakarékosság, a jobb fényhasznosítás elérése, tehát az a célja a szakmának, hogy minél kevesebb befektetett energiával, minél nagyobb fényáramot érjen el egy-egy fényforrás esetében. Az a cél, hogy minél nagyobb megvilágítást érjünk el abban az esetben, ha egy fényforrást bekapcsolunk a környezetünkbe, mert minél kevesebb energiát fogyasztunk, annál környezettudatosabban viselkedünk. Magyarországon a szakmánkban, a világítás technikában erős a környezettudatosság, a fejlesztésekre vonatkozóan, és ami meg a begyűjtését illeti a fényforrásoknak, ott viszont a nagykereskedők, villanyszerelők, illetve a kereskedők esetében mondható el a környezettudatosság, mert ők igyekeznek begyűjteni minél több tönkrement fényforrást. A lakosságot még ez a környezettudatosság, ami a fényforrások begyűjtését illeti, nem igazából jellemzi, de hát az a szándéka ennek a cégnek is, illetve az a szándéka a szakmának, hogy minél többen vigyék vissza a kiégett, illetve tönkrement fényforrásokat a szakboltokba, és azt adják le környezettudatos megsemmisítésre.